Hello, ma a Kincsen Parkba látogatunk el, és hogyha már itt járunk, eszembe jutott az, hogy valamikor nem olyan rég én jártam itt. Méghozzá akkor, mikor be volt még zárva a Kincsen Park, ugyanis kíváncsi voltam a lovakra, és nem tudom, volt egy ilyen kis ötletem, hogy eljövök erre, és a kerítésnél nézelődtem befelé, amikor is kijött egy idős bácsi, és azt mondta, hogy fiatalember, mit szeretne itt? Mondtam, hogy én csak a lovakat szeretném megnézni, semmi különösebb dolgom nincs itt. Erre mondta, hogy tessék csak bejönni, ugyan zárva van most a park, de ő nagyon szívesen elmondja, mert hogy ő még nagyon-nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt zsoké volt, azóta meg itt dolgozik, úgyhogy nyitvatartáson kívül bejutottam, és végigmutogatta az istálókat, a versenypályát és minden egyebet. Behívott a lakásába is, hiszen itt vannak ilyen szolgálati lakások, ő itt lakik. Mutogatott újságokat, fotókkal, amiben ő szerepelt még mint zsoki, hát meg hogy mondjam, ezek bizony fekete-fehér újságok voltak még. Most azonban nem ezért vagyok itt, hanem egy jogárversenyre jöttem. Fogadási típusok ezek vannak, magyar futamokra, amit itt helyben lehet nézni, a tét, a hely, a befutó és a hányos befutó játékokat lehet játszani. Ezek alapján tudok adni többet is, ha esetleg kell. 300 forint egy alaptét, tétfogadásnál megjátsz az első helyet, rárakja azt, amit akar. A helyben benne kell lenni az első háromban az ön által forduló. Ha benne van, ha második lesz, akkor is nyert, a harmadik lesz, akkor is. Általában kezdőfogadóknál ez a legkevésbé rizikósabb, ezt ajánlják. Befutónál két lóval vagy agárral játszanak, és megtippelik helyesről az első és a második helyre. Hármas befutónál meg ugye lesz három lóval. Első, második, harmadik helyre rak egy-egy lovat, vagy agarat, és akkor az, ha így jön be, akkor nyer. Ez általában a legnehezebb. A hármast megtettük helyre, ami azt jelenti, hogy az első három helyezetnek kell lennie annak a lónak, amire mi fogadtunk, és a 3-as számú White Pains az hát konkrétan befutó volt. Úgyhogy nem is tudom, hogy hogyan megy ez, úgyhogy megkérdezzük, hogy most ilyenkor mi a teendő. Jön a kassa. Hello! Elzarándokoltunk hozzád, van már eredményünk? Megjátszottatok? Hát tudom én? Van már. Csodás. 540 forint. 540 forint? Fú, nagyon állat. No, hát egészen fantasztikus dolog történt. Sose gondoltam volna, hogy nyerek, és nyertem. Kiderült, hogy nem csak agárverseny van, hanem galopp és ügető is, valamint póni derbi is. Milliárdos leszek pillanatokon belül. Én városi srác vagyok, de mégis van valami vonzódásom így az állatokhoz, meg szerintem, hogy alapvetően mindenkinek. Bármikor jön egy cica, egy kutya, amit meg lehet simogatni, azt szerintem az ember boldogan megsimogatja. Nem tudom, mitől van ez a fajta kötődés az állatokhoz, de szerintem ez egy tök jó dolog. Én nem vagyok egy túl versengő típus, és nem is hiszek a szerencsejátékokban, mondjuk ez nem szerencsejáték, mert a sportfogadás, tudom én. Hát emlékszem, hogy még gyerekkoromban töltöttem ki utoljára totószelvényt, és azt hittem, hogy úgy működik a totó, hogyha azt írom be, hogy 1-es, akkor 1 góllal nyert, ha 2-es, akkor 2 góllal nyert, x, akkor nem tudom. Na most, amíg ezzel a metódussal töltöttem ki a totószelvényt, addig rendszeresen volt 10-esem, 11-esem. Aztán elmondták, hogy hogyan is működik maga ez a játék, na onnantól kezdve egyetlen egy találatom nem volt. Mára ennyit, találkozunk legközelebb, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Véleményed vagy kérdésed írd meg kommentben. Nyomj egy lájkot és nézd bele a többi videómba is. Iratkozz fel és ne felejtsd el a feliratkozás melletti csengőt is bekattintani. Kérj értesítést az új videókról a Messenger ikonra kattintva.